Sziasztok, PC Guru, ezúttal hallgatók, nem annyira nézők. Megint itt vagyunk hármasban, hogy beszélgessünk egy kicsit, hát így kép nélkül. Itt van velünk ugye Zsolti Dreg. Sziasztok! Kristóf Stilszaint. Sziasztok! És jó magam Böjti. Most egy ilyen abszolút kötetlen beszélgetés lesz tulajdonképpen az elmúlt három hónapról, vagyis hát 2020-ról, hogy milyen megjelenések voltak, mikkel játszottunk, mit élveztünk leginkább. Hát most így a járvány miatti helyzetben, ahogy bezárva vagyunk, ugye emiatt nem készítünk videófelvételt, ezért tudunk így ilyen formában megoldani ilyen kötetlen beszélgetéseket. Téma az végül is volna bőven, eleve magáról a járványról és helyzetéről, következményeiről, de erről valószínűleg majd egy külön adásban fogunk beszélgetni. Úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy akkor így az aktuális kedvenceket és az átélt élményeket fogjuk kibeszélni számotokra. Kivel kezdjünk? Ki szeretne valamit nagyon-nagyon elmesélni? Kezdhetem én a mínusz 200 leigatkozóért. Számomra a idei év eddigi egyik legnagyobb élménye az egy Battle Royale játék volt a Cold Warzone képébe. Na, sziasztok! Igen, tehát köszönjük, hogy minket hallgattatok. Nem, tehát... ez az a műfaj, ami engem minden év elején meg tud lepni, hát most már zsinórba két évre, hát mindig azt hiszem, hogy most már be van fejezve az egész, lecsengett a láz. És ugye tavaly a Apex volt az, ami így február elején megmutatta, hogy igenis van még lehetőség ebben a műfajban. Most pedig a Warzone is szerintem egy abszolút élvezhető és nagyon hát izgalmas játék lett végül. Ugye külön érdekes, hogy a egyik legnagyobb erénye szerintem az, hogy nem feltétlenül kell Battle Royale-t játszani egy Battle Royale játékban, hanem ott a Plunder játékmód, ami egy kicsit azért megcsavarja ezt az ismert receptet, és ez szerintem nagyon jót tesz neki. Amúgy az a durva, hogy bár nyilván nem szándékosan alakult így ez a része, de elég szerencsésen jött ki az Activision ezzel a járvánnyal, mert így még ha akarnának is más csinálni az emberek, akkor sem tudnak, és így végül 30 millióra rárepültek így lazán a Warzone-ra. Ott azért nyilván az is, hogy újdonság, meg a neve is viszi a játékot, de szerintem alapvetően önmagában maga a Warzone is nagyon rendben van, és nagyon szórakoztató. Akár úgy is, hogyha egyedül van az ember, még akár random csapattársakkal is, bár ez nyilván habitustól függő, hogy ki mennyire tudja azokat tolerálni. De szerintem tényleg igazából ezek a 1v1-es tűzharcok nagyon izgalmasak, amikor újra kell éledni. Ugye megint a Plunder játékmód, ami úgy szerintem a Division Dark Zone-jának a legszebb pillanatait idézi. Tehát tényleg nagyon összerakták ezt, és ami szerintem külön dicséretes az az, hogy tömik is bele a tartalmat rendesen. Tehát egy csomó új frissítés jött, és ugye úgy néz ki, hogy ezt is a Modern Warfare szezonjaira fogják ráállítani, hogy amikor annak új szezonja van, akkor kap a Warzone is egy-egy ilyen nagyobb frissítést, és szerintem ez tök jó, mert amúgy a Blackout-tal se lettek volna olyan problémák, csak azt egyszer elfelejtették a fejlesztők, és így úgy néz ki, hogy ez nem fog arra a sorsa jutni. Én is ezt akartam pont mondani, hogy gondolom az is sokat számít, hogy azért az alap, amire építkeznek most a Modern Warfare-rel, az is kifejezetten jónak mondható. Igen, meg amúgy ez is tök érdekes, hogy legalábbis szerintem, hogy amikor a nagy Battle Royale láz beindult, akkor ugye főleg ezek a indie csapatok próbálkoztak gyorsan valamit kipumpálni, hogy hát, ha megragad, és így egy-két évvel később jöttek el a igazán nagy csapatok, ugye akár a Respawn, akár a Infinity volt, tehát azok, akik amúgy is leraktak már nem egy, nem kettő igen jó FPS-t az asztalra, azok csak így most kezdenek belefolyni ebbe a műfajba, és azért szerintem ez nagyon látszik a játékok minőségén is. Akkor tulajdonképpen elmondható, hogy az Activision az kifejezetten most így beletalált a tutiba azzal, hogy hogyan kell egy szolgáltatás alapú játékot így életben tartani, és folyamatosan bővíteni, változtatni. Bár mondjuk korábban se volt akkora problémájuk vele, de most aztán tényleg működik. A Blackout-tal ugye nagyon belesétáltak abba, hogy hát az igazából egy 60 dolláros játéknak egy játékmódja volt. A Fortnite az ingyenes volt, a PUBG is csak 30 dollár, tehát hogy ott azért nagyon durván felülárazták a Blackoutot, és szerintem ebből most tanultak, és ugye azért is lett ez ingyenes. Igen, az egy jó tanuló lecke volt, hogy ezt inkább free-to-play formában érdemes erőltetni, ha igazán átütő sikert szeretnének, és hát úgy tűnik, hogy ez egyelőre be is jött. Jó, következő. Másik, ami nálam nagy kedvenc lett, az a Doom Eternal,
az igazából szerintem annyira nem kell magyarázni, vagy hogy mondjam, tehát eléggé ezzel volt tele a sajtó, hogy igazából tényleg egy nagyon jó FPS, nagyon izgalmas harcrendszerrel, és mondjuk nekem igazából annyira nem tetszett, mint a 2016-os, valahogy kevésbé éreztem lazának, vagy nem tudom, tehát igazából a 16-os ott meggyőzött engem, hogy ott akármikor szét lehetett láncfűrészelni egy Baron of Hell-t, itt meg nem, de igazából mindent összevetve tényleg az egy zseniális FPS lett szintén, és nem is akarok elvonni az érdemeiből, tehát a maga a mozgás, a harcok azok szerintem hát egyszerűen tökéletesek, vagy legalábbis nagyon közeliek a tökéleteshez, és igazából maga a Doom életérzés az ugyanúgy megvan benne, a pályák is sokkal látványosabbak lettek, az viszont nagyon tetszett benne, és hát igazából tényleg ez megint egy ilyen retrós FPS, amit nagyon szerintem sikerrel ültettek át így a 21. századba, és megint megmutatták, hogy erre igenis van igény a mai napig, hogyha valaki jól csinálja. Az mennyire igaz, én olvastam ilyen véleményeket, hogy néha kicsit már túl kimerítő a játék, tehát hogy túl intenzív, és egy ilyen hosszasabb sessiont nem szívesen nyomsz vele végig. Nálam abszolút igaz, de Kristóf, kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Hát én is így voltam vele, mondjuk ez a hosszabb session, tehát hogy ilyen, mit tudom én, 2-3 óra után le kell állni egy kicsit, mert hogy amúgy tényleg sokkal keményebb is, mint a 16-os rész, és hát mondjuk nem azt mondom, hogy stratégiázni kell, de hogy így azért át kell gondolni, hogy most kit gyújtasz fel, kit vágsz szét láncfűrésszel, és hát azért nagyon intenzív, tehát hogyha ha harcok vannak, akkor szinte az elejétől fogva tolja eléd az ellenségeket. Hát ilyen szempontból én simán elhiszem, hogy nem lehet hosszabban tolni, meg hát én is képtelen voltam rá, úgymond. Hát én az előzőt is switchen pótoltam, ami egyébként egy meglepően jó portja a játéknak szerintem, úgyhogy lehet, hogy ezt is már csak úgy fogom, de kíváncsi vagyok rá nagyon amúgy. Hát vagy Stadián, most ingyenes lett. Hát, mondjuk nem nekünk, de... Már telepítem is a VPN-t aztán. Megéri. Azt hallottam, a 4K különösen szép ott. Igen. Olyan gonoszak vagytok. Nem, igazából csak az Nvidia GeForce Now fanklubba tartozunk, és azért... Ja, értem, akkor ez a minden meg van magyarázva. Igen, ez itt az Nvidia fizetett hirdetése volt. Jó, más valami? Igazából a harmadik ilyen kvázi nagy név, az nálam egy kicsit ilyen régebbi játék, mert hogy a Division 2-t vettem még elő, ami ilyen mondjuk úgy, hogy most aktuálisnak tűnik egy kicsit. Igazából az csak annyi, hogy néha igényem van looter shooterekkel játszani, és erre szerintem a Division az tökéletes. Egy pár óráig csinálom ugyanazt, hogy egy kicsit fényesebb géppuskám legyen a végén, és akkor boldog vagyok. Tehát... Nem fura vagy, nekem kicsit gyanús is. Ilyen igényeid vannak. Nem azt mondom, hogy gyakran, csak így néha. Mennyit változott? Mennyit vált? Ez jó kérdés, mert a Warlords of New Yorkig még nem jutottam el, meg hát az ugye fizetős is, és jelenleg nem szeretném euróban megvenni valamiért. De amúgy szerintem a Division az, tehát a második része a Divisionnek tartalomra már rajtkor is eléggé rendben volt. Igen. Tehát, hogy azt semmiképp nem lehet mondani, hogy az volt, mint az első résznél, hogy igazából nem lehetett mit csinálni. Tehát ezt elég rendesen összerakták szerintem a Ubisoftnál. Igazából azt szoktam olvasni, hogy technikai szinten még mindig nem kerek, de hát azon a szinten, amin én játszogatok vele, ott szerintem ez nem zavaró, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy én szerencsés voltam, nálam semmi bug nem jött elő szinte. Néha van ilyen, hogy megagadnak az NPC-k, például ugye nem nyílik ki az ajtó, nem jönnek ki, és akkor lehet újra kezdeni a küldetést, de ez se gyakori jelenség. Tehát, hogy szerintem az a játék teljesen rendben van ilyen szempontból is. És igazából ez az a három, amit én tudnék mondani, hogy az elmúlt időkben meghatározó volt nálam, vagy hogy kicsit jobban pörgött. Ráadás gondolom nincsen. Hát most már 13 perc erről beszélek, hát mit adjak még rá? Jó, hát valami hidden objectet tudod, amiről beszélünk mindig.
Hát az triviális, azt nem kell mondani, hogy minden megjelent hidden objectben van 50 plusz órám. Tehát... Jó, oké, Zsolti? Hát nekem az a 2020-as évben, mint játékok szempontjából, inkább csak most robbant be a Resident Evil 3-mal, de arról múltkor már beszéltünk, úgyhogy most külön nem akarok semmiképpen. Úgyhogy inkább korábbi címeket pótolgattam. Ami a leginkább megmaradt ezek közül, az a Shadow of the Colossus-nek a PS4-es remake-je, ami ugye ingyenes volt nemrég a PS Plus-ban, úgyhogy ez egy jó alkalom volt, hogy az eredeti után most végre ezzel is játszhassak, és hát szerintem egy baromi jó remake, és nem csak azért, mert önmagában rendben van, hanem tök jól mutatja azt, hogy ez a játék annó eléggé megelőzte a korát. Azért, aki ismeri a régit, az tudja, hogy PS2-n elég komoly technikai gondokkal küzdött a játék, brutálisan belső framerate-tel és hasonlókkal, és igazából most jutott el a technológia odáig, hogy az UEDA-nak az akkori vízióját azt igazán látványos és elfogadható formában meg lehessen valósítani, mert igazából, ha összehasonlítjátok a két játékot, akkor igazából pixel pontosan megpróbáltak mindent ugyanúgy megcsinálni, mint régen, és az animációk jellegén is a lehető legkevesebbet módosítani, és emiatt egyrészt van egy tök jó ilyen kicsit régi módi feelingje az egésznek, amire még csak rájön az, hogy ugye annak a csapatnak a játékai, az Ico, ez meg a Last Guardian alapból is eléggé sajátos hangulattal rendelkeznek ezzel a borongós, meg kicsit keserédes világgal, és hát annak ellenére, hogy pont ezért maga a játék kicsit tényleg, mint egy a múltból jött volna előre, szerintem legapróbb szó sérheti a ház elejét, mert én viszonyatosan élveztem, és hát most már nem tudom azt mondani, hogy töltsétek le és játsszátok, mert már sajnos nem lehet, de én nagyon örülök, hogy sikerült végre bepótolni, mert már óriási élmény volt számomra. Hát ez egy kiemelkedő játék volt, persze az eredeti is, meg a remake is. Nem tudom, már nem emlékszem, hogy mindjárt meg utána is nézek, hogy mennyit adtam rá, mert azt még én teszteltem a gurun. De igen, tehát gyönyörűen felújították. Meg hát a hangulata a játéknak. Igen, igen, tehát az tényleg semmi se hasonlítható, és pont ezért amúgy, ha már szóba került, nekem a Last Guardian is olyan volt, aminek voltak tök nyilvánvaló hibái, és nem is volt összességében egy ilyen nagyon-nagyon jó játék. Tetszett amúgy nagyon, de még így is tökre megragadt így évek múltán is, pont azért már nagyon, nagyon nehéz bármi máshoz hasonlítani. Colossus az pont ilyen. Ezek ugye tipikusan azok a játékok szerintem, amik egyszerűen időtállók, mert hogy magák a hangulatuk az, ami hajtja őket előre, esetleg a mondani valójuk, a sztoriuk, és ez az, amit igazából nem nagyon tud kikezdeni az idő, mert hogy mindig is lehet aktuálisak maradnak. Hát igazából igen, meg maga a koncepció is olyan, tehát az, hogy igazából 16 boss fightból áll a játék, az olyas valami, amit egyrészt olyan túl sokszor nem kopiztak, nyilván vannak hasonló, például Titan Souls, igen. De pont ilyen formában nem nagyon létezik. Igazából nem érzed azt a játék folyamán, hogy bármikor is kifogynának az ötletekből. Tehát mindig valami egy-egy olyan apró újdonságot be tud dobni, ami tényleg így még tovább emeli az élményt. És az, hogy ez az egész sztorival együtt fonódik, ez tényleg iszonyatosan egyedi. Tehát már csak ezért is friss tudott maradni szerintem, mert nem nagyon tudnánk olyan címet mondani, ami hasonlóban próbálkozott, és akár összességében, akár elemeiben jobbat tud mutatni. Szóval ez mindig egy nagy előny, ha igazából nem egy konkrét műfajon belül próbál valaki alkotni, hanem tényleg egyedit csinálni, mert ezáltal ez az időtállóság is jobban biztosítható. Igen, most gyorsan rákerestem, mind a kettőre 90-et adtam. Nem tudom, mennyire értesz egyet. Teljesen. Mondom, nekem is ez egy nagyon, nagyon kiemelkedő élmény volt minden tekintetben, szóval ahogy a régi, ez az új is egy ilyen klasszikus kaliber nálam, abszolút. Elővettem még most a Dark Souls-nak a remastered verzióját, mert nekem annó még a DLC az kimaradt hozzá előző generációban. Már amúgy 1000 éve ott volt a PS4-emre telepítve a játék, csak sose jutottam el odáig, hogy akkor most neki
fogjak egy új végijátszásnak, mert így felbehagyni nem akartam volna, aztán nem láttam, hogy mikor lesz rá előre ilyen 20-30 órám. Aztán most nem olyan régen végül csak sikerült összehozni, és egyrészt amúgy a DLC rész az úgy kifejezetten tetszett, szóval megérte amiatt elővennem, másrészt meg tényleg jó volt azzal szembesülni, hogy az első Dark Souls-nak vannak tényleg olyan megoldásai, főleg a pályadizájn, meg a világ felépítése tekintetében, ami tényleg így most már 10 év távlatából is brutális mód egyedülálló, meg kiemelkedő, és még a folytatások se tudták megismételni. Sajnos az is látszik, hogy el kellett sietni a fejlesztésnek a végét, mert nekem az régen se tetszett annyira, meg most se, hogy nagyon érződik a játék második felén, hogy ott befejezetlen, meg összecsapott dolgok vannak, mint helyszíneken, mint boss fightokon, de még így is örülök, hogy lenyomtam még egyszer, meg tök jó volt úgy újra szembesülni egy a régi emlékekkel, meg berögződésekkel, meg így kicsit más szemmel, meg a későbbi részek tudatában átélni az egészet. Nem véletlen, hogy ez egy játékipar meghatározó játék lett, amit most már elég rendszeresen koppintanak, csúnya szóval élve. Szerencsére most már kezdünk azért eljutni odáig, hogy próbálnak egyediséget vinni az ilyen hasonló Souls lelkijátékok mögé, és ne csak ugyanezt próbálják átszínezni. Szerintem én továbbadom a szót, még gondolkozok, hogy mit tudnék említeni. Ez volt igazából, ami így mostanában nekem úgy igazán megragadt, de még agyalok, aztán lehet bedobok valami egy-két apró címe. Jó. Most gyorsan csak egy ilyen átvezetésként egyébként, hogyha már így Souls-like játékok meg ilyesmi. Ugye beszéltünk az április várható megjelenéseinél a Hellpointról. Igen. Aminek 16-án kéne jönnie, írtam a fejlesztőknek, PR-osoknak, és itt semmi reakció, tehát egyre inkább félek attól, hogy esetleg ez nem fog megjelenni. Hát ők is otthonról dolgoznak már, csak nincs internet. Ami azért kellemetlen, hogy egy játék megjelenésén dolgozik. Pendrive-on adogatják egymásnak a kódot, meg minden, aztán majd lesz játék. Elpostázzák a Valve-nak, aztán felmásolják a Steam-re. Küldenek egy ISO-fájt e-mailbe. Normál Reedesszel küldözgetik így a pendrive-on, és akkor így egy napja van rá, hogy elszaladgáljon. Jó. Hát de sajnos itt a koronavírus miatt tényleg benne van a pakliba, főleg ezek a kisebb fejlesztő csapatok, hogy hát nyilván nincs meg a logisztikájuk, tehát hogy ott tényleg lehet, hogy csúszás lesz. Pedig azt még én is sajnálnám, pedig nem játszok sok Souls-like játékkal, de az még egészen tetszik. Először felsorolok egy pár címet, amit így nem bontanék ki bővebben, de én tök jól szórakoztam velük. Az egyik az ilyen a Psycho Shooting Stars kollekciónak mindkét epizódja, ami Switchen ilyen marha jó kis shoot-em-up gyűjtemény. Nagyon élveztem. Akkor tök jó, hogy ilyenek megjelentek konzolra is, mint a Pillars of Eternity 2, Deadfire, ami így szerintem talán a legjobb CRPG, ami létezik. A Thronebreaker Witcher Tales, ami szintén egy nagyon jó kis mókás kártyajáték és kaland RPG egyben, Darksiders Genesis, Bajonetta Vanquished, azt most már így nem annyira fűzöm hozzá, mert azért az most már rengeteg formátumban és platformban elérhető, hiába nagyon jó játékok, Two Point Hospital és hasonlók. Amit én még szintén nem kibontandó, csak megemlítendő címként beletennék, az a Doom Eternal, pont azért, mert sokszor inkább munka a játék, és nem pedig élvezet meg élmény. Tehát ott egy picit a fejlesztőknél szerintem elgurult a gyógyszer, amikor még belepakolunk, még több nagy ellenfelet, még ezt csináld, még a nyakadba zúdítunk ezt-azt. Picit túlzásokba estek időnként szerintem. Hát bajban vagyok egy picit egyébként, mert hogy tulajdonképpen nem tudok választani. Ami biztos, az a Granblue verekedős játék, ugye ez a Fantasy Versus, amiről a honlapon volt cikk, illetve YouTube-on és Facebookon volt róla videó, ami egy nagyon jó kis verekedős játék, érdekes ötletekkel, és nem mondom, hogy minden elemében kiváló, de az összkép az
tényleg ragyogó és gyönyörű grafikával, nagyon jó karakterfelhozatallal és mozgásokkal. Itt azért szerintem alapvetően ismét bizonyított az Arc System Works, hogy azért ők nagyon értenek a magához a műfajhoz, úgyhogy ezt én nagyon tudom ajánlani. Gondolom ezzel egyikőtök sem játszott. Nem, ez nagyon ilyen radar alatti volt nálam, hogy mondjam. Amikor amúgy kiment róla a teszt, akkor megnéztem én is kicsit tüzetesebben, és tényleg baromi jól néz ki, úgyhogy ezt tanúsítom. Egészen sajátos így a látványvilága, és hogyha jól láttam, akkor amúgy az új Guilty Gear-re is ugyanezt a, vagy legalábbis valami hasonló látványvilágot viszik át a fejlesztők. Most már kint van a trailere, majd jön a béta, meg később majd lesz játszható demo is, és az is ilyen brutál jól néz ki. Ami még nagyon tetszett, a Zombie Army 4 Dead War volt, szerintem egy jóval áramvonalasabb, egy ilyen nagyon letisztult formája volt annak, amit korábban az első három résznél hoztak, tehát egy sokkal élvezetesebb, szórakoztatóbb. Még így sem az igazi, mert hogy azért lehetne rajta változtatni, itt ott hiányoztak bizonyos elemek, meg hogyha már állatkert, akkor zombi állatok, meg hasonló, tehát egy nagyon picit azért meg lehetett volna feldobni itt ott, de összességében egy tök szórakoztató kis kóp zombi mészárlás az egész. Meg hát van benne zombi cápa. Igen, ami ez tök fontos. Jó lett volna, így neki is esik valahol így a hősöknek, hogy valami, tehát hogy így valami komolyabb interakciót kapott volna. Ja, hogy akkor az csak a trailerben volt ott beltetésként, hogy úgy hát mondjam. Hát van itt ott zombi cápa, de inkább ilyen felakasztott formában ki van lógatva például, meg ilyenek, úgyhogy nem az, amit úgy vártam volna. Kozmetikai elemként szerepelnek a pályán, mondom. Igen. Hát azért mondjuk kár meg. Igen, hát a témában sokkal több volt így ezzel, hogy zombi cápa. De a trailerbe be lehetett vágni jól. Igen, hát a trailerre is gondolni kell, nem csak a játékra mindig. Hát amúgy viccen kell, most már itt a játékokban is felfedezem ezt a money shot jelenséget, hogy igazából a trailer kedvéért kerülnek be dolgok, és ez tipikusan ilyen. De amúgy a Resident Evil 3-ban is volt ilyen szerintem. Hát ez a Zombie Sharknado az így egyébként kifejezetten jó alapötlet, amiből aztán ugye nem valósult meg semmi. Nem is értem, hogy miért. Pedig ez igazi aranybánya lehetett volna amúgy. Hát képzeljétek el, hogy a második világháború idején, amikor a náci zombik így előzönlik a földet, akkor közben jön egy zombi cápa tornádó, amiből így hullanak ki a zombi cápák, és zabálják fel az ellenállókat. Igen, hát ez ilyen évjátéka. A Cyberpunk 2077 az elmehetett volna máshova, te. Hát igen, ennél azért kevés jobb dolgot lehet elképzelni, ezt ismerjük el. Igen. Már csak az lett volna jobb, hogyha a főcímdal David Hasselhoff énekli. Igen, de hát kevés kokaint fogyasztottak a kreatív osztályon a jelek szerint, és nem jutott eszükbe ez az egyértelmű megoldás. Egy Wilson milyen boldog lett volna. Mindenki boldog lett volna, bocsánat. Igaz, jogos. Tehát akkor ez az év kihagyott zicsere, ezt megbeszéltük akkor. Igen, azt fel is írjuk az évvégi top listához, jól fog jönni. A csalódások kategória. Igen. És akkor nagyjából egy helyen van nálam egyébként a Resident Evil 3 és a Final Fantasy 7 remake. Méghozzá azért, mert amit az egyik, a Final Fantasy 7 remake-nél az a bajom, hogy túl van egy picit húzva. Elnyújtják folyamatosan, nagyon. De tényleg, tehát érződik az, hogy itt már pedig mi nyújtjuk a dolgot, hogy minél több idő legyen. Addig a Resident Evil 3 pedig túl gyorsan ér véget, bár az élmény az ott így teljes számomra. Tehát, hogy így a kettőből lehetne összegyúrni egyet, ami minden szempontból ideális, mert valahol a kettő között van szerintem az, ami a megfelelő. Olyan szinten egyébként egyikben sem csalódtam, hogy míg a Resident Evil 3 az rövid, addig az élmény meg maga a sztori a számomra itt tényleg teljes volt, abszolút élveztem, nem volt igazi nagy hiányérzetem, és úgy éreztem, hogy jól szórakoztam, plusz mellé kellően nyomasztó volt, kellően horror volt, kellően zombis volt, tehát hogy mindent megkaptam, amit akartam.
a Final Fantasy-nél meg az volt, hogy tényleg így nagyon sok bajom volt azzal, hogy iszonyatosan csőpálya megoldásokkal működik, ami most, tehát egy remake-ként 2020-ban szerintem nem jó. Tehát hiába ilyen volt az alapja, most ez így ebben a formában nem annyira működik. Éppen úgy, ahogy a dialógusok is furcsák, azok is megmaradtak való a 97-ben és a többi, meg az elnyújtás, amit már mondtam. Viszont emellé meg az élmény, a sztori a végére, hogy kikerekedik, és ahogy hogy tulajdonképpen lezárják, de mégis ugye megvan a nyitottság a következő epizódokhoz, mert hogy ki tudja, még maga az alkotó sem tudja, hogy hány lesz belőle. Úgy viszont azért az helyre rakja az egészet, és a negatívumait is el tudom feledni emiatt, de azért csak ott van bennem, hogy ez lehetett volna egy picit feszesebb, egy kicsit kiemelkedőbb és iránymutatóbb is. Minden esetre azt mutatja azért ez a két remake, hogy elég eltérő irányokba is lehet menni, ha egy ilyen klasszikus 20 éves, vagy több mint 20 éves játéknak a felújításáról van szó, ami önmagában szerintem egészen pozitív. Igen, mert ugye pont a Shadow of Colossus-nál beszéltük azt, hogy az egy ilyen egy az egybe tulajdonképpen lépésről lépésre remake-el dolog, újraírva a motort, meg mindent, de maga a játék az teljesen ugyanaz. Ezeknél viszont tényleg tehát nem csak a motor lett más, nem csak a látvány, hangzás, ilyesmi lett 2020-as szintre felhúzva, hanem egy csomó mindent azért megváltoztattak mind a kettőben. És hát szerintem az is pozitív, hogy ezeknek most van piaca egyáltalán, mert azért nem volt ez jellemző, hogy itt kvázi hónapon, havonta kapjunk egy-egy új reméket, pláne ekkor a címekből. Hát úgy volt ez divat, hogy remaster verzió, és igen, akkor tulajdonképpen így HD-ba lett húzva a játék, de semmi nem változott igen, benne. Igen. Újra ugyanazért a pénzért, amiért már megvetted egyszer. Úgyhogy abszolút egyébként ez egy nagyon pozitív irányvonal szerintem. Még akkor is, hogyha valakinek nem tetszik, mert én 20 éve játszottam vele, és akkor nem ilyen volt, és kapjátok be. Tehát mármint, hogy ezt mondja ugye néhány ember, hogy de nekem ez nem. Ügyes hárítás. De nem, tényleg, tehát hogy ez van most. Tehát most vagy tetszik, vagy nem tetszik azért, mert valaki régi rajongó, de attól még ez alapvetően szerintem az új becsatlakozóknak is szól, és éppen ezért a mai formát kell valamennyire követnie, mert hiába mondjuk azt, hogy 97-ben ilyen volt, és az a rajongóknak, mit tudom én, milyen hatással lesz, nem csak a rajongókat kell vele megszólítani, hanem lényegében mindenkit, aki most egy 2020-as játékkal szeretne játszani. Hát igen, ilyen szempontból nagyon nem mindegy, hogy milyen az alapanyag, hogy mai szemmel mennyire kell belenyúlni, vagy hogy mennyire öregedett jól az alapmechanika. Igen, meg magának a remake készítésnek is szerintem ez a legnehezebb aspektusa, hogy megtartani azokat a jegyeket, amik annak idején definiálták a játékot, és amik miatt annak idején legendás státuszba emelkedett, de ugyanakkor meg figyelembe venni azt is, hogy már nem 97 vagy 99 meg ilyenek vannak, hanem 2020, és hogy nyilván sokat változott a játékipar, változtak a követelmények, és hát nyilván a fejlesztők is szeretnének minél több emberhez eljutni, tehát hogy elkerülhetetlenül bele kell valamennyit piszkálni az alapanyagba, csak az a nehéz szerintem, hogy megtalálni az arany középutat, hogy mi az, amikor még megmarad a eredeti karakterisztikája, de már modern lesz. Igen, ebben tök igazad van, nálam amúgy pont ezen a téren csúszott el egy nagyon picit a Rezi 3, a második rész remake-jéhez képest, de azért összességben meg így is masszívan pozitív irányban van a véleményem, úgyhogy ez csak ilyen side note. Zsolti, még valami esetleg eszedbe jutott? Hát igazából ez lett volna nekem is a harmadik, csak a Rezi 3, de szerintem bőven eleget beszéltünk róla, úgyhogy ennyi igazából. Jó, hát akkor a Nioh 2-vel ezek szerint senki nem játszotta. Nem, hát... Ez nekem túlfaj súlyos. Én is megnéztem egy játékmenet videót, ahol valami majom alázza szét a játékost, és így úgy döntöttem, hogy nem. Tehát, hogy... Nem, az a része teljesen jó, tehát engem szívesen lealázhat bárki, csak nem akarom félbehagyni fél úton. Most a másodikban van egy majom? Szerintem van, legalább... A Sekiroval kevered, mert abban van valami nagy gorilla. Nem az, amelyiknek levágod a fejét, és még a fel kell utána. Ez... Jó, igen, mert az azért sokakat szivatott. Ebben a majomban az a különleges, hogy egy tökát, tehát hogy nem is boss, csak valami random hülye gyerek, aki neked jön a egyik pályán. Ah,
Jó hangzik. Igen. Jó. Niónak az első részét is nagyon szerettem, nem. Úgyhogy szerintem nem is nagyon fogok vele próbálkozni. Hát majd jó. Akkor szép lassan itt az összes játék elcsúszik nyáról, és nem lesz, mivel játszanunk, akkor azért elő fognak kerülni ezek a Niók, ne félts magad. Majd a júliusi összefoglalunkban. Sácok, tök jó a Nió. Hát, 4 napja nem alszom, nem eszem, mert a Niónál elakadtam a majom. Hát. 20 óra játék mellett csak a majomba benne van. De majd New Game Plus-ba újra megkeresem. Jó, rendben. Hát akkor tulajdonképpen ennyi volt szerintem az összegzőnk. Írjátok meg, hogy nektek mi volt a kedvencetek az elmúlt 3 hónapban, akár 3-at, 4-et is nyugodtan ugyanúgy soroljatok fel, és hogy miért, azt is kibonthatjátok, mert érdekel minket. Lényegében bármit szívesen olvasunk tőletek, amennyiben meg van alapozva, normálisan le van írva, tehát hogy ezért például a negatív véleményeket is szívesen veszük, hogyha tudunk belőlük építkezni, de akkor az legyen valami kultúrált és normális megfogalmazással. Tehát tényleg jöhet bármi. És szerintem még ebben a formában visszatérünk. Újra elmondom, hogy ugye mindenki otthonról dolgozik, ezért hangfelvétel kerül be a videóba. Ez jelenleg az egyetlen elérhető opció, de téma van tulajdonképpen, úgyhogy mindenképpen visszatérünk még hozzátok. Nem szeretnénk elhanyagolni a csatornát, ezért, éppen ezért is iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, kövessetek minket, a szokásos tudjátok, és hát köszönjük, hogy végighallgattatok minket, remélem, hogy tetszett. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!